Paksi Vagbottyán gimnázium a város 77 éves múlttal rendelkező legnagyobb gimnáziuma. Hát két gimnázium van egyébként a városban. Az idők során nagyon sok változáson ment keresztül, mint az épületet, mint pedig a belső tereket illetően. Mára ezeknek a munkálatoknak köszönhetően már egy nagyon hangulatos, diákbarát környezetté alakult. A képzési struktúra is nagyon sokat változott ez alatt az idő alatt. A jelenlegi lehetőségek, amik a 2022-2023-as tanévre vonatkoznak már, az tehát egy 6-osztályos gimnázium, illetve egy 4-osztályos gimnáziumi lehetőséget takar. A 6-osztályos gimnáziumban tehetséggondozó képzés folyik. Kétféle tagozat van, illetve három, mert a matematika, illetve az angol nyelvtanítás emelt szinten folyik, és azért három, mert a matematika tagozaton belül van német, illetve angol nyelvtanulásra lehetőség, és ez két külön csoportot eredményezett. Ezen a tagozatunkon nagyon-nagyon eredményesek a tanulóink, hát gyakorlatilag szinte mindenki egyetemre jelentkezik, és sikeres felvételi vizsgákat tesznek. Nagyon sokan vannak a tehetséggondozó osztályainkban, akik nem csak egy, hanem két nyelvvizsgával is rendelkeznek, mire befejezik nálunk a tanulmányaikat. Ezek között olyan is előfordul, akinek két felsőfokú nyelvvizsgája van, vagy egy felsőfokú, egy középfokú nyelvvizsgával végeznek a gyerekek. Rengeteg előrehozott érettségi vizsga van, és nagyon magas pontszámokkal tanulnak tovább. Gyakorlatilag mindenki közülük bejut az első helyen, ahova szeretne tovább tanulni. Négy folyamos képzéseinkben jelen pillanatban négyféle tagozatot indítunk. Az első tagozatunk, ez a 41-es tagozatkód, ahol matematika emelt óraszámmal történő oktatás folyik. Itt a matematika mellé a későbbiekben a gyerekek a továbbtanulásuk elképzelése szerint választhatnak történelmet, bármilyen természettudományos tárgyat, attól függően, hogy hol szeretnének tovább tanulni. Az informatika tagozaton a gyerekek emelt óraszámban tanulják az informatikát, és hát ugye ezzel is szoktak a későbbiekben tovább tanulni, de aki végül úgy dönt, hogy nem akar tovább tanulni az informatikával, akkor is nagy előnyt jelent abban a tekintetben, hogy előrehozott érettségi vizsgát tudnak tenni 11. évfolyamon, és ezzel csökkentik a 12-es érettségi vizsga terheit. A 43-as tagozatkódunk egy humán képzést takar. Itt magyar nyelv és irodalomból, illetve történelemből van emelt óraszáma a gyerekeknek, és a 44-es tagozatkód pedig egy angol nyelvi emelt óraszámú képzést takar. Itt heti 5 órában fogják a gyerekek az angolt tanulni. Ennek elsősorban az a jelentősége, hogy az egyetemek döntő többségén az angolt elfogadják, mint felvételi tárgyat, tehát függetlenül attól, hogy egyébként mondjuk egy műszaki területen szeretne a gyerek tovább tanulni, nem feltétlenül kell matematikából vagy fizikából emelt szintű érettségit tennie, hanem elfogadja a legtöbb egyetem az angol nyelvet is. A gimnázium egy nagyon jó belső légkörteremtő intézmény. A kollégák nagyon jó kapcsolatot alakítanak ki a diákokkal, jól érzik itt magukat a gyerekek. A kis gólyáink már a bekerülés után is kifejezik azt, hogy mennyire jól érzik magukat itt, mennyire jó a kapcsolatuk a tanáraikkal, mennyire komolyan veszik a tanárok az ő elképzeléseiket, gondolataikat. Egy nagyon jól működő diákönkormányzat van az iskolában, akik önállóan kezdeményeznek, önállóan képviselik magukat, és hát kiharcolják azt, amire szükségük van, és ebben mi partnerek vagyunk. Tehát tényleg az egy nagyon fontos célja az intézménynek, hogy amellett, hogy a diákok minél többet kihozzanak magukból a tanulmányaikat illetően, és elérjék azokat a céljaikat, álmaikat, amelyekkel a gimnáziumba jönnek, hogy milyen területen tanuljanak tovább. Emellett ezt a 4 évet egy nagyon kellemes, diákbarát környezetben tölthessék el. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, és biztos vagyok benne, hogy kellemes 4 évet fognak tudni eltölteni a gimnáziumban.